Hello, hello, sziasztok! A mai videóban egy érdekes témáról szeretnék nektek mesélni, és ez nem más, mint az, hogy milyen módon szoktak reagálni az emberek az én stílusomra, a külsőmre, meg úgy általában a megjelenésemre. Hogyha megnézitek a kommenteket, akkor láthatjátok például, hogy sokszor kaptam már negatív kommentet a szemöldökömre például, pedig egyébként a gót stíluson belül a vékony rajzolt szemöldök teljesen elfogadott. És ez például azért furcsálják ennyire az emberek, mert manapság olyan szőrös, borzas szemöldök a divat, amitől még egy szőrös ősember is zavarba jönne. Tehát nem is értem meg, nekem egyáltalán nem is tetszik, úgyhogy én jobban szeretek vékony és rajzolt szemöldökkel létezni. De most tekintsünk el egy kicsikét az internetes kommentektől, mert sokkal érdekesebb az, amikor a való életben kapok ilyen kommenteket, illetve hát valóságban inkább pozitívabbakat szoktam kapni. De akkor kezdjük is most el egy régebbi emlékkel. Az egyik ilyen eset még akkor történt, amikor gimnáziumba jártam, és azt hiszem, hogy fekete hajam volt, és egy ilyen teljesen földigérő hosszú ruhába voltam, aminek ilyen nagy harangújai voltak, és azt hiszem, hogy még fűző is volt rajtam, de ebben nem vagyok biztos. És egy barátnőmmel mentünk a boltba, és egy kislány elkezdte ott mondogatni az anyukájának, hogy nézd anya, királynéni, királynéni! Ugye gondolom a királynőre gondolt, csak nem tudta, hogy ezt így mondják, hogy királynő és nem királynéni. És az volt a vicces egyébként, hogy az anyuka biztos hülyének nézte a gyereket, mert az anyuka minket nem látott, csak a kislány, mert mi addigra már arrébb mentünk, és pont nem látta, hogy mi ott vagyunk. Szóval biztos azt hitte, hogy a kislány behalúzott valamit, vagy ilyenek. De ez vicces volt és aranyos. Egyébként meglepő, de a gyerekektől legtöbbször tök jó kommenteket szoktam kapni a kinézetemre. Inkább a felnőttek, meg az ilyen fiatalabb tinédzserek szoktak negatívak lenni. Látszik, hogy igazából a gyerekekbe csak belenevelik ezt az előítéletet, és maguktól egyébként meg inkább kíváncsiak, és inkább tetszik nekik az a dolog, mint hogy utálkozzanak, vagy beszóljanak, vagy ilyenek. Amikor kék és zöld hajam volt, akkor rengetegszer hallottam, hogy kiabálnak a gyerekek, hogy anya, nézd, kék haja van a néninek, meg zöld haja van a néninek, meg rózsaszín haja van a néninek, azta. Szóval ezek is elég sűrűn előfordultak. Aztán egyszer voltunk a Szabadstrandon, és akkor éppen rózsaszín hajam volt, és ott így Mikivel egy úszkáltunk, meg minden, és azt vettük észre, hogy 3-4 ilyen kisgyerek elkezdett körülöttünk úszkálni, és a hajamat bámulták, és így kommentelték, hogy azt a milyen jó haja van, tök jó haja van, meg rózsaszín haj, tök jó. Hát igen, ez a rózsaszín haj eléggé feltűnő volt, és sokszor kaptam ilyen kedvesebb kommenteket. Aztán volt egy olyan eset, amin én nagyon nevettem, mert mentem éppen a busz végállomás felé, és azt láttam, hogy az úton biciklizett egy emberke, elment mellettem, és nagyon bámult, már ugye így hátrafele kellett nézegetnie, de majdnem elesett, úgyhogy a következő kereszteződésnél átment a túloldalra, megállt a bicikliével, és elkezdett onnan bámulni, egészen addig, amíg én el nem haladtam, ugye, mivel biciklivel volt, ezért megelőzött, tehát megint elmentem mellette, és csak látom, hogy bámul, és bámul, és bámul, és bámul, mert fogalmam sem, hogy mi volt akkor éppen rajtam, de szerintem semmi olyan igazán extrémebb dolog, de mégis annyira furcsa voltam neki, hogy csak bámult, és bámult, és nem tudom, mi játszott le a fejébe, de izgalmas volt. Aztán volt egy olyan eset is, hogy a vasútállomáson voltam épp, és elmentem egy ilyen fiatal cigány társaság mellett, és akkor annyit láttam, csak hogy így köpködnek a földre, mikor elmentem mellettük. Majdnem engem is eltalálva persze, úgyhogy ez megint egy ilyen negatívabb dolog. Volt egy ilyen eset is, hogy még Exemmel sétálgattunk a Népliget környékén, és csak úgy random emberek odajöttek hozzánk, és megkérdezték, hogy sátánisták vagyunk, vagy szektársok vagyunk. Ez is vicces volt. Aztán volt még egy érdekes sztori, ami megnevettetett. Egy hosszú köpeny volt rajtam, aminek van egy szép csukjája, és ez egyébként egy kabát, szóval azt így nem jelmezként hordom, hanem kabátként ilyen ősszel, meg tavasszal, meg amikor nincs olyan rohadt hideg, de már azért kell egy kabát. És a padon ültek emberkék, és elmentem előttük, és hallottam, hogy mondják, hogy azt a papnő, jaj, milyen szép vörös dekán, hogy papnő, és akkor így ez tényleg így lesokkolt, hogy most mi van? Papnő? Papnő?
tényleg? Ezen kívül voltak még olyan reakciók, hogy valaki annyira bámult, hogy majdnem neki ment valaminek, vagy megbotlott. Ez általában gyerekekkel szokott előfordulni, de hát náluk ez annyira nem is meglepő, hiszen akik még fiatalok, azok kevesebb furcsa dologgal találkoznak az életükben, mint mondjuk egy idősebb ember, aki már sok mindent látott. De hát az idősek is meg szoktak lepődni, de szerencsére nem kezelnek úgy, hogy jaj, úristen, sátánista, és jaj, menjünk innen, meg locsoljuk le szentelt vízzel, meg ilyenek. Az egyik legtöbb pozitív visszajelzést nemrég kaptam egy rockfesten. Háromnapos rockfesztivál volt. Nem is voltam olyan extrémen felöltözve szerintem. Fűző volt rajtam, hosszú szoknya, meg a baromi magas talpú platformcipőm, és rengetegen megbámultak. De az egész sztori már ott elindult, hogy amikor mentem be a koncert helyszínére, akkor a biztonsági őrök mondták, hogy szeretnének velem csinálni egy fényképet, mert annyira érdekesen nézek ki. Úgyhogy az ilyen kigyúrt, kopasz, nagy darab biztonsági őr ott így megfogott és magához szorított, és akkor kért egy képet tőlem. Eléggé érdekes volt egyébként, én tökre meglepődtem azon, hogy még egy ilyen rockfesztiválon, ahol egyébként furcsább arcok jelennek meg, még ott is kitűntem a tömegből. Aztán ugyanezen a napon történt, hogy meglátott engem egy fotós, és megkért, hogy hadd csináljon rólam pár képet, úgyhogy félrehívott egy ilyen nagy plakát elé, és ott leültetett, és akkor elkezdett fotózni. Ezeket a képeket majd szerintem berakom, mert van köztük, ami jól sikerült. Meg amikor éppen néztem a zenekarokat, akik éppen játszottak, akkor is fotózott ugye távolból, mint valami paparazzi. Eléggé fura élmény volt egyébként, de tök jól esett, hogy így úgymond tetszem az embereknek, és felkeltem a figyelmüket. Aztán szintén ezen a napon volt még, hogy jó páran odajöttek, hogy milyen jól nézel ki, tök jó a stílusod, tetszik a hajcsatót, tetszik a cipőt, tetszik a ruhád, és nagyon-nagyon sokan odajöttek hozzám, és ez annyira tök jó élmény volt, tök jól esett az egész, és még később is odajött valaki, hogy hadd csináljon velem egy közös fotót, mert tetszik neki a stílusom. Szóval kicsikét sztárnak érezhettem magam aznap, tök jó volt. Egyébként amikor tündérnek öltöztem a barokk esküvőn, akkor is rengetegen odajöttek, hogy lefotózzanak, illetve közös fotót kérjenek, de az nem volt ennyire egót stílusú. Tehát akkor kicsikét inkább erdei tündéresen néztem ki, és nem annyira gótosan. Igaz, egy full feketébe voltam ettől függetlenül, meg fűző, meg mit tudom én, de akkor nem annyira a gótsággal tűntem ki, hanem inkább a tündéri dologgal. Aztán a legutóbbi és egyik legfurább eset kb. Egy hónapja történt. Éppen a gyógyszertár előtt vártuk anyósomat a pólusba, ami egy ilyen plázaszerűség, és arra járt egy ilyen roma család, akiknek volt egy ilyen 3-4 év körüli gyerekük, vagy inkább 4-5, nem tudom. És elhaladtak előttünk, miközben ott ugye vártunk a gyógyszertár előtt, és annyit láttam, hogy a kisrác így megállt előttem, és így állt át a szájjal, és így néz, és így kérdi, hogy ti mik vagytok? És így bámult minket, és így látszódott az arcán, hogy nagyba forognak benne a fogaskerekek, és így ott állt előttünk, és így kérdezgette, hogy ti mik vagytok? És a végén már csak annyit mondogatott, hogy ti mik? És így látszott az egész gyereken, hogy baromira nem tudja összerakni, hogy mi a franc van velünk, vagy miért nézünk így ki. Akkor éppen Halloween előtt voltunk, és akkor kicsikét ilyen boszorkányosabban öltöztem fel, mert még egy kis boszorkánykalap is volt a hajamban, vagy a fejemen, és sötét rúzs volt rajtam, meg alszokásos szemsminkem. És a kisrác meg így látszott, hogy nem látott még ilyet, de annyira le volt döbbenve, hogy az hihetetlen. Szóval én ilyet még nem nagyon láttam élőben. És ott állt, és már egy csomó ember elment, meg minden, de még mindig ott állt és bámult. A szülei is ott lézengtek, meg mit tudom én. És utána meg már kijött anyósom a gyógyszertárból, és vele beszélgettünk. És egyszer csak azt éreztem, hogy valaki meghúzza a hajamat. Oké, látom, hogy a kisrác, de ezután elmentek, és nem is foglalkoztam vele, és valahogy visszakerültek megint oda, és megint éreztem, hogy meghúzta a hajamat, de akkor se tudtam, hogy ő van mögöttem, meg nem is számítottam rá, hogy teljesen meglepődtem, és
még mindig így állt, és hogy ti mik vagytok, és annyira kész volt az egész szituáció, ráadásul fura is volt, mert ugye a szülei nem szóltak nagyon rá, nem tudtam mit mondani, de annyira meglepődtem, mikor meghúzta a hajamat, meg is ijedtem, mert én nem számítottam rá, hogy még mindig ott van a környéken. Ugye totál fura volt az egész, de vicces. Egyébként még számtalan olyan eset volt, hogy mondjuk kisgyerek mutogatott, hogy nézd anya, de szép a néni, de olyan is volt, hogy az anyuka mondta, hogy nézd kislányom, milyen szép az a néni, mert tök jól néz ki a szoknyája, meg mit tudom én. Olyan is volt, hogy éppen egy ilyen H&M-be vagy C&A-ba, vagy tudom is én milyen boltba vásároltunk épp, vagyis hát nézelődtünk, és akkor egy nő, aki éppen ott vásárolt, odajött és megdicsérte a ruhámat, ami tök jól esett, mert azt a ruhát, ami akkor volt rajtam, azt pont én vartam, és hát nyilván így még jobb az egész, hogyha olyan dolgot dicsérnek meg, amit te készítesz a saját kezeddel. Volt egy olyan eset is, hogy odajött hozzám egy transzveszite csaj. Egyébként nem ítélem le a transzvesziteket, én tökre örülök nekik, hogy felvállalják magukat, meg ilyenek, csak azért emeltem ki, mert még a sztori hátralévő részében ez érdekes információ lehet. Szóval ő is odajött hozzám, és megdicsért, hogy tök jól nézek ki, és erről a fűzőről kérdezősködött. Meg is tapogattam, mondtam neki, hogy acélmerevítéses, meg minden, meg kérdezte, hogy hol vettem, mennyi volt, ilyenek. És volt a nyakamba egy ilyen nyakdísz, amit már láthatatok videókban, és hát ugye az elég sokat eltakar a mellkasomból, és ő mondta, hogy azt vegyem le, mert ez nem kell, hát eltakarja a lényeget, meg minden. Gondolom ezt azért is mondta, mert ugye ő transzvesztita, és nem volt melle, tehát nem volt még ilyen átalakító műtétje. Úgyhogy biztos azért is mondta, hogy ha neki lenne, akkor nyilván mutogatná, de mondta, hogy én szégyellős vagyok, és nem akartam akkor annyira kidobni mindent. Szóval igen. Azért is mesélek ezekről a dolgokról nektek, mert én a szociális fóbiámmal el sem bírnám képzelni, hogy valakihez oda menjek és megdicsérjem, hogy milyen jól néz ki, mert én annyira félek az emberekkel kapcsolatba lépni, meg így beszélni, meg mit tudom én, hogy én egyszerűen nem mennék oda menni, és épp ezért nagyon nagyra tartom azokat az embereket, akik például probléma nélkül oda tudnak menni egy másik emberhez, és megdicsérik a külsejét, de nem csak ez, például ha valaki csak simán oda megy valakihez, mondjuk megkérdezni, hogy mennyi az idő, vagy mikor jön ez a busz, vagy mit tudom én, értitek, ilyen alapdolgok. Egyébként én ilyenkor mindig nagyon-nagyon zavarba szoktam jönni, amikor valaki így oda jön hozzám, és szemtől szembe megdicsér. Egyrészt nem vagyok annyira hozzászokva, másrészt meg ugye a szociális fóbia az ilyen interakcióknál nálam nagyon előjön, és általában csak így kezdi, és így nem igazán tudom hova tenni a szituációt, mert azt ugye már megszoktam, hogyha valaki bámul távolról, vagy elmegy mellettem, és hallom, hogy összesúgnak, vagy mit tudom én, ezekkel úgy már megbarátkoztam, de az ilyen szemtől szembe dolgok mindig ilyen nehezek, meg furcsák nekem. És én annyira boldog voltam ezután a rockfesztiválos eset után, mert teljesen feldobott, hogy ennyien megdicsértek. Igaz, hogy ez más közösség, tehát a rockerek azok úgy jobban befogadják az ilyesmit, mint az átlag emberek, de mégis én egy nap alatt ennyire sok pozitív megnyilvánulás szerintem még egyszerre nem kaptam, és nagyon-nagyon jól esett. És szerintem ezeknek az embereknek igazából fogalmuk se volt arról, hogy egy ilyen kis dicsérettel mennyire fel tudták dobni a napomat, és ezután én tök sokáig így a felhőkbe jártam meg, hogy tök jól éreztem magam a bőrömbe, és hogy olyan jó érzés. Lát közben sajnos lemerült a kamerám, úgyhogy gyorsan be is fejezem ezt a videót. Remélem, hogy mindent elmondtam, amit akartam, de hogyha eszembe jut valami, vagy még történnek esetleg új esetek a jövőben, akkor arról mindenképpen fogok még videót készíteni, és örülnék neki, hogyha kommentben leírnátok, hogy veletek milyen ilyen jellegű dolgok történtek. Nyugodtan jöhetnek pozitív, meg negatív sztorik is, mert jó mindegyikről tudni, hogy esetleg fel tudjunk készülni a hasonló negatív dolgokra. És egyébként nincs ezzel sem baj, hogy valakinek nem tetszünk, csak hát tőlük is azért elvárható lenne, hogy ne úgy nyilvánítsák ezt ki, ahogy. De mindegy, lényegtelen. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!